Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Digitális Témahét keretében szervezett negyedik webináriumon, amelynek a témája képek, hangok, videók projektekben, és a célja az, hogy minél többféle eszközt említsünk, vagy beszéljünk szerzőjogi kérdésekről is, hiszen a projekt munka során az eredmények, a produktumok létrehozásakor erre bizonyára szükség van, de szükség van akkor is, amikor majd dokumentálni kell ezeket a projekteket, hiszen hamarosan megjelenik a pályázati kiírás, és abban is szerepel majd, hogy a projekteket, amennyiben pályázni szeretnétek, dokumentálni is kell, erről is fogok beszélni ebben a prezentációban. Az első részben a képes eszközökről lesz szó, természetesen a teljesség igénye nélkül. A dián, amit itt kivetítettem, tulajdonképpen az látszik, hogy hogyan érdemes a digitális témahéten a projekteket tervezni. Erről egy korábbi webináriumon már esett szó, ezért csak gyorsan tekinteném át. Ugye először meg kell határozni azt, hogy milyen tanárok, milyen tantárgyak, milyen osztályok vesznek részt magában a témahét programjaiban. Meg kell határozni a tartalmi és a fejlesztési célokat, és utána kitalálni a projekttémákat, kiválasztani, ehhez lehet használni a mintaprojekteket a honlapon, regisztrálni a honlapon. Itt jelzem, hogy már a regisztráció 600 iskolánál tart, és több mint 4000 tanár van már benne a digitális témahídben, és több mint 60 ezer diák. Úgyhogy nem kevesen vagyunk. A célszerű időtervet, saját projekttervet kialakítani, és hát megnézni, hogy mi az az eszközpark, amire építhetünk. Amiért sárga színnel jelöltem ebben a rajzban a feladatok, mérföldkövek, illetve a dokumentáció és a pályázat részeket, az azért van, mert a mai webinárium kapcsolódik ezekhez, tehát képek, videók, hangok készítése, szerkesztése, tartalom előállítás ezekhez kapcsolódik. A tevékenységeknél úgy, mint a projekt természetes része. Az eredményeknél pedig a dokumentáció, illetve a pályázat esetében. Valaki jelzi, hogy nincsen hang. Remélem, hogy csak neki nincsen hang. Igen. Ilyenkor a Quick Start fülön kell ügyeskedni, kattintani. És akkor menjünk tovább, tehát ezeknél a tevékenységeknél lesz szükség képekre, hangokra. Rendben, az első kérdés az, hogy honnan szerezzük be a képeket, tehát hogy honnan lesznek képek a projektekben. Ez egy nagyon fontos kérdés, és tulajdonképpen az első, legfontosabb kérdés, mert az egyik leglényegesebb pedagógiai cél az, hogy a diákok fogyasztóból tartalom előállítóvá váljanak. Ezért rendkívül módon bátorítanám azt, hogy saját fényképeket készítsenek a gyerekek, és ezek adják a projekt eredményeknek a gerincét. A másik ok, amiért erre bátorítanék mindenkit, az az, hogy így
kevésbé lehet szerzőjogi problémákkal szembesülni, hiszen a saját képeinket fogjuk közzétenni. Erről még egy pár dia múlva beszélni fogunk, hogy itt szerzőjogilag mik az érdekes kérdések. Ha nincsen lehetőség saját fényképeket készíteni minden témáról, akkor ingyenes forrásokból kell táplálkozni. Erre is mutatok mindjárt néhány példát. És különösen oda kell figyelni a szerzőjogi kérdésekre, akkor is, hogyha ingyenes forrásokról van szó, de akár ingyenes, akár nem, mindenképpen fontos és elengedhetetlen a források megjelölése. Enélkül a tartalmak felhasználása nem elképzelhető. Tehát kitűnő lehetőség a projekt arra, hogy a diákok, ha eddig nem ismerkedtek még meg ezzel a szükséges lépéssel, akkor most megtanulhatják, hogy hogyan kell hivatkozni, hogyan kell a forrásokat megjelölni. Ugye a közismert, évek óta közismert ilyen rémálom feljegyzés az, hogy forrás internet. Ugye hát ez természetesen nem elfogadható, ezért kell ezt egy kicsit pontosabban megtanítani a gyerekeknek. No, hát szerzőjogi kérdésekben ez a majom hát nagyon híres, és én is rendszeresen meg szoktam őt mutatni. Ugye röviden arról van szó, hogy ez egy olyan majom, aki hát az éppen őt és társait fotózó fényképésztől elragadta a kamerát, és saját maga készített felvételeket, köztük ezt a nagyon híres szelfit. És hát azóta is tart a vita, vagy hát van, aki szerint tart, van, aki szerint nem tart, a vita arról, hogy és akkor ez a fotó, ez kinek a tulajdona, ki a szerzője ennek a fotónak, ki a szerzői jogtulajdonos ebben az esetben. Ugye a Wikipédia álláspontja is többek között az, hogy amit több testület megerősített egyébként, hogy szerző csak ember lehet, tehát igaz, hogy a majom készítette, de mivel ő nem ember, ezért nem lehet tulajdonosa ennek a képnek, így ez a kép tulajdonképpen szabadon felhasználható, és hát ilyen módon közkincs a majom jóvoltából, aki tulajdonképpen nagyon kedves. Természetesen nagyon sokan szerették volna megkaparintani a kapcsolódó jogokat, a maga a fényképész is, meg a kiadója is, de hát jelenleg ott tartunk, hogy hát ez a senkié, vagyis a mindenkié ez a kép jelenleg. Ennek vannak más változatai is ennek a képnek, amelyek azonban már nem közkincsek, mert azokat egy másik ember készítette. Tehát van olyan kép, ahol ilyen és hasonló majmok a fényképésszel láthatók, azt nem egy másik majom készítette, hanem egy ember. Ott ugye nem merül fel ez a probléma. No, pár szó a szerzőjogi kérdésekről. Ugye alapkérdés az, hogy alapvetés az, hogy csak jogtiszta tartalmakat használjunk föl a projektekben. Nincsen különbségtétel a között, hogy oktatási célra vagy nem oktatási célra használjuk ezeket a anyagokat, képeket, videókat. Ugyanis nem arról van szó, hogy a projekt során csak és kizárólag az osztálytermen belül fogjuk ezeket használni, hanem minden bizonnyal egy kicsit szélesebben, akár a iskolán belül, de már nyilvánosság előtt nyilvánossá tesszük ezeket a munkákat, közzé tesszük a munkákat, ha az internetre felkerül, akkor mi magunk is publikáljuk ezeket a tartalmakat, amelyek részben a mieink, részben máshonnan származnak, tehát ez egy kicsit komplex
történet, ezért nagyon fontos, hogy jogtiszta tartalmakat használjunk fel, mert a legjobb szándék mellett is jogsértést követünk el akkor, hogyha a mások szerzői műveit engedély nélkül közzétesszük a sajátjaink mellett akár, mondván, hogy hát írtam egy szép mesét az elefántról, de elefántról nem tudtam fotót készíteni itt az utcában, ezért az internetről letöltöttem egy képet. Azzal még nem volna gond, csak olyan elefánt képet töltsünk le, ami jogtiszta. Hogy ez milyen, azt majd mindjárt megmeséljük. A forrás megjelöléséről már volt szó, nem akarok erről sokat tovább beszélni. Ugye a felhasználási jogok körébe tartozik az, hogy jogom van megváltoztatni az adott művet, jogom van közzétenni az adott művet, jogom van közvetíteni az adott művet. Tehát sok olyan dolog is ide tartozik, ami elsőre nem jut eszébe az embernek. Tehát például egy nyilvános közvetítésnek minősül mondjuk egy szalagavaton a zenék felhasználása. De ha kiteszünk valamit az iskola honlapjára, az pedig közzététel, publikáció, úgyhogy szintén óvatosan kell ezekkel bánni. Tehát nincs olyan, hogy az oktatás az egy olyan szimpatikus dolog, és ezért ott nem számít a szerzői jog, ott is számít, és erre jó, ha megtanítjuk a magunkat és a diákokat is. A szabad felhasználás, a public domain azt jelenti, hogy vannak olyan tartalmak, amik eleve úgy készültek, hogy mindenki számára teljesen korlátozás nélkül ingyenesen használhatók. Sok ilyen tartalom van, erről is mutatok majd mindjárt példát, és akkor fogjuk ezt látni. De igazából a legérdekesebb megoldás az úgynevezett Creative Commons, aminek két darab C betű a jeleit jobb oldalt látszik, ez kreatív közjavak magyarul, ez azt jelenti, hogy egy olyan szerzőjogi megoldást alkalmaznak, amikor a szerző egyoldalúan és előre lemond bizonyos jogairól, ez azt jelenti, hogy ő meghatározza, hogy az ő képével mit lehet csinálni. Szabad-e módosítani, szabad-e tovább publikálni, eladni, pénzkereset származhat-e belőle, és így tovább. Úgyhogy érdemes erre a Creative Commons típusú tartalmakra rákeresni, mert ez minden esetben megengedi a felhasználást bizonyos korlátokkal. A korlátok itt jobb oldalon látszódnak három kis karika, és ezek jelzik a korlátozásokat. A by azt jelenti, hogyha ezt látjuk, hogy mindenképpen meg kell jelölni azt, hogy ki a szerző. Ez mindig ott van, úgyhogy ez elengedhetetlen, de ez egyébként is az. Az egyenlőségjel azt jelenti, hogy nem szabad származékos műveket létrehozni az adott képből, hangból, videóból, stb. Az áthúzott dollár a jobb alsó azt jelenti, hogy profit nem származhat a felhasználásból, és a nyíl, ami így visszafordul, azt jelenti, hogy ugyanilyen licensz alatt kell közzétenni, hogyha ebből valamit csinálunk, felhasználjuk, akkor azt ugyanilyen Creative Commons típusú, ugyanilyen típusú licensz alatt kell közzétenni. Tehát a lehetőségeink, hogy összefoglaljam, vagy szabad felhasználású, public domain, röviden PD tartalmat keresünk, vagy Creative Commons tartalmat keresünk, vagy pedig engedélyt kapunk a felhasználásra, ilyen is van, írunk a szerzőnek, hogy erre, arra, amara szeretnénk ezt használni. Ez hosszabb történet lehet, úgyhogy az első kettőt ajánlanám. A Wikimedia Commons, ami ott a jobb alsó sarokban látszik, alkalmazza a Creative Commons, tehát a Wikimedia tartalmak ugyanilyen szabadon használhatók. Mindig nézzük meg, hogy mik a követelmények, hogy kell hivatkozni, de ezeket is nyugodtan használhatjuk. És végül itt van egy érdekes kérdés, mi a helyzet a beágyazott tartalmakkal, különös tekintettel a YouTube-on meg
található videókkal, amiket beágyazunk a saját weboldalunkba vagy blogunkba. Ilyen esetben a szerzői jogi kérdések azt terhelik, aki a videót elhelyezte a YouTube-on, de ez tehát nekünk nem kell ezzel foglalkoznunk, ez egy hivatkozásnak minősül. Viszont számolnunk kell azzal, hogyha eltávolítják a YouTube-ról, akkor nálunk se lesz elérhető. Nézzük, hogy milyen forrásokból érdemes képeket beszerezni. Közben nézem a kérdéseket. Vannak-e olyan témák, amikről nem szabad képeket készíteni? Hát én azt gondolom, hogy erre ilyen, hogy mondjam, nem törvényi, hanem inkább ízlésbeli, illetve az NMHH által alkalmazott életkori besorolások szabhatnak csak határt. Tehát gondolok arra, hogy ahogyan a filmeknél is szerepelnek életkori besorolások, úgy a képek esetében is erre oda kell figyelni, hogy mondjuk agresszív tartalmat mutat-e, és így tovább. Tehát ilyen megkötés van. És hát persze lehetnek bonyolult dolgok, mert mi van akkor, hogyha lefotózom a barátomat egy olyan helyen, ahol egyébként nem lehetne fotózni, vagy a fotó tárgya szerzői jogvédelem alá esik. Mondok egy példát, de csak érdekességképpen, mert ez most nem lesz valószínűleg releváns. A Brüsszelben található atomium az egy műalkotásnak minősül, és elvileg nem volna szabad lefényképezni. Ezt mindig elmesélik a belga kollégák. Ennek ellenére természetesen ugye lefényképezni lehet, de csak szerzői jogdíj megfizetése ellenében lehet publikálni. Na hát ez persze a neten már nem így van, megtalálható ez a kép, de mi van, ha lefotózunk a barátunkat, aki nem esik szerzői jogvédelem alá mondjuk, és mögötte ott van az atomium. Hát lehetnek ilyen kacifántos dolgok, de talán az iskolában most nem lesznek ilyenek. Honnan szerezzük be a képeket? Az első megoldás ugye a Google. Nagyon vigyázzunk arra, hogy a Google-ban beírjuk a képkereséshez az adott kereső kifejezést, most éppen az elefánt a példában, akkor ne elégedjünk meg azzal, hogy kijön egy csomó nagyon szép kép, hanem kattintsunk a keresőeszközökre, ez látszik itt a kivágott képen, kattintsuk a keresőeszközökre, a felhasználási jogokra, és ott pedig lehet látni a különböző eseteket, újra felhasználható és módosítható, vagy csak újra felhasználható képeket keresünk, vagy nem kereskedelmi célra újra felhasználható, és így tovább. A legutolsó, a leglazább, a nem kereskedelmi célra újra felhasználható. Már úgy értem, hogy a legkevésbé, tehát a legtöbb találat valószínűleg annál fog előjönni. Úgyhogy erre figyeljünk oda, használhatjuk a Google képkeresőt, de ezekkel a megkötésekkel. Ha nem így járunk el, akkor valószínűleg olyan képet fogunk találni, aminek a szerzői jogaival foglalkozni kell, engedélyt kell kérni. A következő nagyon jó forrás, ez a Pixabay nevű oldal, tud magyarul is, ebben mind ingyenes tartalmak vannak, ott ebben a példában szintén elefántok vannak, és jobb oldalon lehet látni, hogy kié a kép, egy Baluda nevű valakit lehet itt látni, és 18 képe van fönn, és látszik, hogy ez egy public domain, tehát szabadon felhasználható, ingyenesen letölthető kép, és hát nem is rossz egyáltalán. Egyébként a Pixabay-re bárki tölthet fel képet,
úgy kezdődik, hogy 10 képet kell feltölteni, és ha ezt elfogadják, akkor lehet feltölteni többet. Egyébként nem könnyen fogadják el, én most nemrég kezdtem, és most már van 10 elfogadott képem, de ehhez legalább 18-at fel kellett töltenem, nagyon sokan szavaznak, és sok szempont van, nagyon könnyen elutasítják a kicsit is rossz, vagy vélt, vagy valós problémával küzdő képeket, de ez most csak érdekességképpen mondtam el. Tehát a Pixabay ez a következő, ennyit kell beírni, azonnal dobja a böngésző. A következő forrás az a Flickr, ez a úgy találtam egy helyen, úgy nevezték, hogy a képmegosztók nagypapája, vagy nagymamája, hát valóban nagyon régen létezik. Jellemzője az, hogy itt valószínűleg jobb minőségű képeket fogunk találni. Valószínűleg a legtöbb kép kulcsszavazása angolul van, úgyhogy itt angolul kell az elefántra rákeresni, meg is tettem. És itt is vigyázzunk arra, mint a Google esetében, hogy van egy ilyen Any License nevű opció, és ha arra kattintunk, akkor választhatjuk ki, hogy milyen szerzőjogilag könnyített képeket keresünk. Tehát itt angolul le van írva, hogy mindenféle Creative Commons. A Marketplace azt jelenti, hogy meg lehet vásárolni. Hát ez most nem a mi terepünk, aztán az, hogy kereskedelmi célra használható, és itt tovább. Tehát a Flickr jó megoldás, itt minőségi képeket fogunk találni. De semmiképp se felejtsük el, ha ingyenes is, akkor is a források megjelölése alapvetően szükséges, fontos. Mindig oda van írva, hogy ki csinálta, még ha egy becenév is van. Ha nincs odaírva, hogy ki csinálta, és semmilyen módon ki nem deríthető, akkor azt tanácsolom, hogy keressünk egy másik fotót, egy másik alkotást, ahol viszont oda van írva. Ne legyen ebből gondunk, mindannyian tudunk mesélni történeteket ilyen ügyekben. Következőkben szeretnék néhány közismert alkalmazást mutatni arra, hogy hogyan milyen módon lehet képeket szerkeszteni, módosítani, vagy újfajta tartalmakat létrehozni. Biztos lesz sok, amit már ismertek, de mivel itt 91-en vagyunk, biztosan lesz, akinek ez újdonság is segítség lesz, úgyhogy ezeket elmondom. De az első dolog az, hogy ugye a képeket sok esetben szerkeszteni kell, tehát módosítani kell valamilyen módon, ugye elkészül a kép a fényképezőgéppel, vagy a mobillal, és akkor a számítógépen, vagy a mobilon is lehet ezeket szerkeszteni. Ezt a képet erről az elefántról én készítettem a berlini állatkertben, és hát mint látszik, egy online szerkesztő eszközzel, a Fotorral szerkesztettem, ugye az online eszközök előnye, hogy bárhol vagyunk, ha van internet, akkor minden van, és akkor ezekkel az eszközökkel tudunk dolgozni. Vannak offline, tehát a gépre telepített szoftverek is. Én most egy ilyen online eszközt mutattam, Fotor a neve, és három dolgot is tud. Itt ebben az esetben lehet élességet, a fényerőt, a kontrasztot állítani, a szintelítettséget, mindenféle effektek is vannak, vannak ingyenes és nem ingyenes funkciók is benne, de ami így általában szükséges, nagyon gyors munkára, ezt tudja ez a Fotor, úgyhogy ajánlanám. Ez volt a Fotornak a szerkesztési, képszerkesztési funkciója. Itt bal oldalon fönt, ahol látszik a Fotor felirat, mellette az van, hogy Edit, Collage és Design. És az Edit részét mutattam most ezzel az elefánttal. Most megmutatom a collage részét. Ugye bizonyára szükségünk lehet collage-okra. Az elmúlt alkalmak egyikén a Photogrid nevű collage készítőt mutattam, amit mobiltelefonnal lehet használni.
És itt egy olyan, ami számítógépes megoldás, fotor szintén és kollázs. Meg kell határozni, hogy hány képből álljon, feltöltjük a képeinket, behúzigáljuk, megszínezzük, ha kell, alakítgatunk a kereteken, feliratot tudunk elhelyezni, hogy a példában látszik. Ugye jobb szélén vannak a képek, onnan húztam be ide ezt a négyet, és vannak beépített úgynevezett matricák is, mivel közeleg a húsvét, ezért egy ilyen tojás matricát lehet itt látni, ezt mutatom példaképpen. Tehát ezzel egy saját kollást lehet készíteni, ami akár képes lapként is funkcionál, vagy akár a projekt beszámoló egy részét is segítheti, akár 8-10 képből is állhat a kollás, hogyha meg tudjuk azt szépen rendezni. Nagyon ügyes az eszköz, és nagyon gyorsan működik. Ugyancsak a fotor képes arra, hogy egyéb grafikákat is összehozzunk saját fotókból. Itt például egy képes lapot, vagy egy ilyen poszter félét készítettem. Az előre gyártott mintákat használtam. Itt a template felirat alatt bal oldalon látszik ez a piros-fehér csíkos ilyen minta. Ezt húztam ide be középre, és az a szőke hölgy, vagy kettő is talán, ami ott volt, annak a helyére ezt a kacsát behúztam, az ott levő szöveget pedig átírtam arra, hogy Madarak világa, projekt, digitális témahét, és mindjárt kész van, menthetem, ha nagyon akarom, nyomtathatom, de nem akarom nagyon, de van egy digitális képes lap. Ugye mi a lényeg? Régen ezeknek a létrehozásával rengeteg idő elment, és az az értékes idő mástól vette el az energiát, meg az időt, és ezért most ez nagyon hasznos, mert ezzel gyorsan szépet lehet készíteni, és marad idő másra is. Ez nagyon fontos. A bal alsó sarokban lehet látni, hogy mit tud még ez a design rész? Ez a design rész még mást is tud. Mégpedig Facebook borítóképet, vagy pedig Twitter borítóképet lehet csinálni, vagy posztert lehet csinálni, vagy Instagram felvételt lehet csinálni. Szóval ajánlom ezt mindenki figyelmébe, hogy érdemes ezt kipróbálni. Jó? Valakinek a mikrofonja behallatszik, akinek nincs lehalkítva a jobb oldalon a mikrofonja, legyen kedves ellenőrizni, egy ilyen piros színűnek kell lennie a mikrofonjának. Jó? Alul a jobb alsó sarokban jeleztem, hogy a Smilebox nevű oldal hasonlókat tud, de ezt most itt nem tudom bemutatni, de akinek van kedve, nézze meg, Smilebox, rá kell így keresni, és akkor hasonló dolgokat lehet megoldani. Honnan szerezünk érdekes képeket? Hát a Pinterest kifejezetten alkalmas erre, mert ez képgyűjtő szolgáltatás. Nagyon rá lehet szokni, nagyon sokan szeretik. Itt tulajdonképpen táblák vannak, itt a középen pici betűkkel a képek fölött látszik, hogy 20 tábla, 229 pin, 10 kedvelés, 136 követő és 74 követett. Ez az én Pinterest oldalam, azt jelenti, hogy 20 tábla, az 20 gyűjtemény, egy tábla, egy gyűjtemény, és a pinek azok a kitűzött képek a táblán, abból van nekem 229, nem vagyok egy óriás Pinterest használó, de azért van egy kedvenc gyűjteményem, a periódusos rendszer, ahol majdnem minden elemnek van egy képe leírással. Tehát ezt a Pinterestet is ajánlom megmutatni gyerekeknek, lehet olyan
feladatot adni, amiben például Pinterest gyűjteményeket hoznak létre, és a maga a gyűjtött képek is a Pinteresten vannak táblákon, tehát azzal nem követtünk el semmilyen szerzőjogi problémát, hanem ugyanott van, csak másképp gyűjtöttük össze. Ugyancsak a neten van, csak más publikus, csak másképp gyűjtöttük össze, és egyébként amire én még használni szoktam, hogy rendkívül sok módszertani ötlet van ott, ha használjuk a keresőjét, kísérletek vagy alkalmazások, mindenkinek nagyon ajánlom, de biztos vagyok benne, hogy sokan ismerik és használják is. Tehát ez volt a Pinterest, és akkor megyünk tovább. A következő alkalmazást két ok miatt is mutatom. Gyakran szükség lehet arra, hogy egy képet valahova befűzzünk, vagy hivatkozást mutassunk rá, de magát a képet ott nem lehet föltölteni. Akár lehet szó egy avatárról is, de vannak helyek, ahol nem enged képet feltölteni, tehát helyileg ott az adott oldalon nem enged képet tárolni, de ha ott közzé akarjuk tenni, akkor ugye egy internetes helyről kell hivatkoznunk rá. Ez az alkalmazás, vagy ez az oldal, ez a Photo Bucket, ez egy képtároló, képgyűjtemény oldal egyébként, viszont ami nagyon jó pofa benne, azt itt piros keretbe helyeztem, hogy minden egyes fotót meg lehet osztani, ad hozzá közvetlen linket, vagy beágyazható kódot is, és ezért gyakran használom erre a célra. Nem tárolok itt sok képet, de ha valahova be kell ágyazni egy képet, vagy hivatkozni egy képre, de nem tudom az adott helyen feltölteni, akkor ide elhelyezem, és már csak a linkjét használom, és akkor lehet vele dolgozni. Ez egy ilyen apró megoldás, hogyha éppen más nincsen. Más oldalak is tudnak ilyet, de mondjuk ez egy régóta ismert oldal. Következő egy ilyen jópofaság, ez a Fotofunia. Ez egy olyan oldal, amivel ilyen vicces vagy érdekes tartalmakat lehet létrehozni. Ugye, hát elsősorban mondjuk a gyerekeknek lehet érdekes, de a gyerekeket motiválandó is használhatjuk. Miről van szó? Arról van szó, hogy vannak előre gyártott beállítások. Például itt a bal oldalon van egy előre gyártott férfi, aki olvas egy újságot, és a felhasználó az módosíthatja, szerkeszthetik azt a képet, ami az újságon látszik, az újság másik oldalán látszik, szerkeszthetik a kép feletti feliratot, és az újság bal sarkában a dátumot. És akkor fel lehet tölteni egy saját képet, én a digitális témahétnek a logóját tettem föl, és odaírtam egy digitális témahét, és még a dátumot is módosítottam. És utána legenerálja a képet, és lesz egy olyan kép, amin a mi tartalmunk van. Itt a képen hát rengeteg van, 473 effektet ír, nem tudom én mondjuk... A második sor elsőjében egy galériában egy hölgy néz egy nagy festményt, amin egy másik hölgy van, na az a hölgy, annak a helyre tehetjük a saját képünket. És így tovább. Tehát ez a hölgy, ez az ugyanaz a hölgy, ami megjelenik a lakóház oldalán, meg a rózsák mellett, meg a nem tudom én, a Mikulás kezében, ennek a helyébe tehetjük a saját fényképünket, vagy amit szeretnénk, de lehet használni szöveget is, tehát például itt egy nyaklánc van, oda a nyakláncra ki lehet írni egy szöveget, főleg nem magyar karakterekkel egyébként, mert azt nehezen fogadja el, hogyha
hosszú ő, vagy ű, vagy ilyesmi van benne. Tehát ez egy tartalom, érdekes tartalmak előállítására jól használható, ismert kis weboldal, fotofúnia. A következő egy picit komplexebb, mert ugye először is, ha készül sok fotó, akkor felmerül a kérdés, hogy jó, mit csináljunk vele. A tanácsom, az első tanácsom az, hogy dobjuk ki a nagy részét, tehát erősen szelektáljuk a fotókat. Ami nem jó, nem éles, vagy más probléma van vele, azt töröljük ki, mert arra nincs szükség, vagy ne töröljük ki, de legalábbis tegyük el egy helyre, ahonnan már nem is vesszük elő. Tehát a jó minőségű képeket hagyjuk meg, tanítsuk meg a gyerekeket is erre, hogy szelektáljanak, és mikor megvan a szelekció, akkor elgondolkodhatunk, hogy mit csináljunk a képekkel. Az egyik megoldás, hogy mint egy album valahol közzé tesszük. Másik megoldás az, hogy összefűzzük őket fotosztorivá. Hát ilyen fotosztorit mindenki látott, mert mondjuk ilyen nyaralási képeket szoktak így összefűzni. Most, hát ezeknek a, úgy mondjam, a népszerűsége viszonylag alacsony, de egy szűk kör számára nagyon érdekesek. Ugyanezt megtehetjük egy PhotoPeach nevű program vagy alkalmazás weboldal segítségével, ahol összefűzhetjük a képeket, és ingyenes zenét is tehetünk alá. Ezt egy másik program is tudja, a Movie Maker, amiről később lesz szó, de hogyha itt tartunk, akkor tulajdonképpen egy fotosztorit lehet vele készíteni. Egy korlátja van, hogy az ingyenes verzióban 30 képet lehet egy fotosztoriba tenni, tehát ha több képünk van, akkor több fotosztorit kell gyártani. De nem emiatt mutatom, hanem igazából a PhotoPeach-nek az érdekessége az, hogy minden egyes képhez lehet kvízt is csatolni. Tehát ülünk, nézzük a fotosztorit, játssza le a zenével, aztán csak megáll, és kidob egy kérdést, ugye, hogy látszik ezen a képen, kiről nevezték el ezt az eszközt, és felbukkan három opció. És akkor ott hangosan lehet szavazni, hogy melyik a jó, rá is lehet bökni akár, és akkor 5 másodperc múlva megmondja ő is a helyes választ, hogy itt ebben az esetben a kettes, a Bunzen a helyes válasz egyébként. Tehát nem csak egy fotosztori, hanem hozzá egy kvíz is készíthető, de nem feltétlenül szükséges, de érdemes kihasználni. Megint akkor érdekes ez, ha a gyerekeket megtanítjuk rá, és minden gyerek vagy minden csoport készít egy ilyet, és utána elküldi a szülőknek, meg bemutatjuk, meg minden, nagyon ajánlom. Vigyázzunk, az itt felhasznált képeknek is ugyanúgy jogtisztának kell lenni, mint minden egyéb esetben már beszéltünk róla. A következő alkalmazás, ez az Easily, easily, ez a webcíme tulajdonképpen. Ez szintén egy nagyon jó segédeszköz azok számára, akik nem grafikusok. És hát sokan vagyunk így. Szeretnénk valamit megmutatni, látványosan, szépen, gusztusosan, de nem tudunk komoly komputer grafikát létrehozni. Ezért használhatjuk ezt az oldalt, ahol nagyon sok előre gyártott, illetve mások által szerkesztett ilyen grafikát használhatunk alapként, és akkor azt tudjuk módosítani. A képernyő bal oldalán, a túl az üveghegyen, az az egyik mintaprojektünknek a plakátja, az első-második évfolyamnak szóló humán projekttervünknek a plakátja. Ezt ezzel az eszközzel készítettem, tehát ezt az alapháteret itt találtam, és erre tudtam rátenni a saját grafikáimat, a saját szövegeimet tulajdonképpen. A jobb oldalán a diának pedig azt látjuk, hogy milyen beépített
grafikák vannak, lehet látni, hogyha egy útvonalat, egy történetet mondunk el, arra több ilyen van, vagy összefüggéseket, vagy földrajzi dolgokat akarunk megmutatni. Rákattintunk, kitöröljük, ami nem kell, rátesszük, ami kell, szóval egy rendkívül ügyes oldal, sokan szeretik. Itt mondom el, hogy ezeket a képeket aztán össze lehet rakni, és össze lehet gyűjteni egy felületen, például a Padlet, vagy a Linoit alkalmas rá, hogy ilyen képeket összegyűjtsünk. Még egy ilyen viccesebb téma, ez a mémek tulajdonképpen. Ugye a mémek, az internetes mémek, azok ilyen vicces tartalmak, amelyek tulajdonképpen ilyen, mint a géneknél is, valaminek az alapját képezve csomó egyéb tartalmat lehet belőlük aztán generálni, és az olyan vicces lesz. Két példát hoztam ide, az egyik a jobb oldalon látszik, ez a színész, vagy valójában itt Boromir a Gyűrűk urából egy ilyen érdekes, nem tudom, arckifejezése van, és ehhez lehet saját magunk által gyártott feliratokat szerkeszteni. Ez a mémgenerátornak hívják ezt a programot, de sok mémgenerátor van. Ha beírjuk a keresőbe, hogy meme generátor, akkor rengeteg lesz. Az első között ez is felbukkan, rengeteg alapkép van, meg saját képet is használhatunk, és ilyen feliratokat találhatunk ki, és ez nagyon vicces, és a gyerekeknek is. Azt írja valaki, hogy ez nem a Gyűrűk ura, hanem a Trónok harca, és nem hiszi, hogy ez ingyenes kép. Lehetséges, hogy nem, de ez egy publikus oldalról származik, ez a mémgenerátor oldalról, tehát valószínűnek tartom, hogy ez az ő általuk valamilyen módon felhasználható képek közé tartozik, de hát ellenőrizni kell. Abban mondjuk talán megegyezhetünk, hogy ez a színész játszik a Gyűrűk urában, nem sokáig, de azért játszik. A bal oldalon látható ez a Keep Calm kezdetű kép. Ugye a piros az az eredeti, amit a háború ide, a második világháború idején az angolok számára tulajdonképpen megnyugtató üzenetként nyomtatta ki, tehát, hogy őrizd meg a nyugalmad, és csináld tovább a dolgot. Na hát ennek aztán van ilyen Keep Calm generátor is van, és akkor ma már pólók, bögrék, mindenhol látszik ilyesmi, ebből is lehet készíteni saját verziót, itt látható, amit készítettem a digitális témahéthez. Na most felmerül a kérdés, hogy ha van sok fotónk, akkor hol osztjuk meg őket? Hát az első megoldás az, hogy valahogy az iskola honlapján lenne jó. Ha ez nem lehetséges, akkor még vannak lehetőségek. A már korábban tárgyalt gyűjteményhelyek működnek. Van, ahol 1 terabájtnyi helyet kapunk, van, ahol 2 gigabájtot. Ha használjuk hozzá a mobil applikációt, akkor még 8 gigabájtot, de a OneDrive, a Dropbox, a Google Drive is alkalmas képek megosztására, és ott végül a Google Plus is. Egy dologra figyeljünk oda, ez mind végig igaz, hogy figyeljünk a személyiségi jogokra, figyeljünk arra, hogy azokat fotózzuk le, akiknek az engedélyével bírunk, illetve, hogyha ugye 18 év alatti gyerekekről van szó, akkor szülői engedély szükséges, és ennek birtokában a szülői engedélye megadva, hogy mire használjuk, lehet ezeket a fotókat aztán
megosztani. Erre az iskolákban van egy gyakorlat. Tudom, hogy a tanári portfólióknál ennél sokkal szigorúbb a helyzet, de a világ többi részén, tehát úgy értem a nem portfólió világában, ott ez a gyakorlat elegendő, amit nagyon sok iskola alkalmaz, tehát szülői engedélyére figyeljünk oda, hogyha a projektben lefotózzuk a gyerekeket, akkor ez legyen meg. Egyébként itt jelzem, hogy a digitális témahétben elvégzett, megvalósított projektek dokumentációjához fotókat és videókat nem kell nekünk beküldeni. Minden esetben csak egy linket fogunk kérni, amely link megmutatja, hogy az iskola honlapján ezek hol vannak. Tehát senki semmilyen tartalmat nem kell beküldjön, hanem a saját iskolai honlapján helyezi el ezeket, és aztán arra küld nekünk egy internetes linket, és azt mi meg tudjuk nézni. Ennek további előnye az is, hogy az a jó kis dokumentáció az a szülőknek is érdekes lesz, úgyhogy ez jó helyen van az iskola honlapján. Rendben, megyünk tovább. Figyelem közben, hogyha van kérdés. Következik a videók és hangok témaköre. Ugye közismert az, hogy a gyerekek rendkívül sokat használják a YouTube-ot, mint fogyasztók, hiszen nagyon sok YouTuber van, az úgynevezett YouTuberek rendkívül sok tartalmat szolgáltatnak a gyerekek számára, jót és rosszat is, vagy úgy mondanám, hogy értékeset és kevésbé értékeset. Egy biztos, a YouTube egy olyan felület, amit érdemes figyelembe venni, használni is, megtudni róla, tehát olyan mennyiségű információ van ott, amely azért nem hagyható figyelmen kívül. Jött egy kérdés, ha Facebook csoportban rendezzük a munkákat, az is megfelelő, vagy ragaszkodunk a honlaphoz. Ugye, ha egy mód van rá, legyen az a honlap, ha erre nincsen valamilyen módon lehetőség, akkor azt kérném, hogy a dth2016@ivs.hu címre küldjetek e-mailt, és akkor megbeszéljük, hogy mik a lehetőségek. Ugye a Facebook pont nem egy, talán nem egy nagyon szerencsés megoldás, de beszéljük meg ezt mindenki, aki. De mindenkit arra biztatunk, hogy az iskolának a honlapján tegye ezt közé. A kép, ami a dián látszik, a YouTube-ról származik, de nem egy videó megtekintését látjuk, hanem egy videó szerkesztését. Sokan nem tudják, hogy a YouTube-on található saját videóinkat bizony szerkeszthetjük is. Tehát, hogyha készítettünk egy felvételt, mondjuk mobiltelefonnal, föltöltjük a YouTube-ra, akkor vigyázzunk arra, hogy a publicitás mértékét, vagy a láthatóság mértékét úgy állítsuk be, hogy ne legyen listázott, tehát ez azt jelenti, hogy akkor a keresésben nem fog megjelenni, de jött egy kérdés. Ha bármi van az iskolai honlappal, akkor is kérünk e-mailt ebben a témában, és megbeszéljük. Arra számítunk, hogy a 600 iskola nagy részénél minden rendben van a honlapon, lehet oda közzétenni anyagot. Szóval visszatérve ide, a YouTube-on a saját videók szerkeszthetők, mint lehet látni, a legfontosabb alul van a vágás, tehát a videókat meg lehet vágni, ki lehet vágni belőle részeket, nagyon gyors
könnyen használható eszköztárról van szó, és van benne automatikus javítás is, de különböző fényeléseket is meg lehet vele valósítani, színhőmérsékletet állítani, lassítani a felvételt például, úgyhogy nagyon ajánlom a YouTube beépített videószerkesztőjét. Ezen kívül, amiről majd még lesz szó, de itt is megemlítem, hogy itt lehet zenei aláfestést is tenni a YouTube videóhoz. Tehát ez úgy néz ki, hogy van egy saját videónk, mondjuk nem szeretnénk annak az eredeti hangját használni, hanem mondjuk valami zenét szeretnénk, akkor itt a YouTube-on a YouTube által adott hangot alá tehetjük. Nagyon ügyes a YouTube, meg lehet neki adni, hogy milyen műfajú zene legyen, és azt is, hogy milyen hosszú. Tehát például itt 1 perc 32 másodperc hosszú a videó, akkor a YouTube ajánl pont ilyen hosszúságú zenéket az a YouTube-on fönt levő zenékből, videókból. Ezzel lehet élni, ez szerzőjogi szempontból rendben van, viszont ez azt vonja maga után, hogy akkor a videó lejátszásakor esetleg reklám jelenik meg, mint oly sokszor a YouTube videók megtekintésekor. Rendben, tehát továbbra is a videó témánál vagyunk, és az első és legegyszerűbb megoldás a YouTube használata. A másik, a klasszikus, amit szerintem semmiképpen nem érdemes kihagyni. Ez a Microsoftnak a Movie Maker nevű szoftvere, már nagyon régen használt és ismert szoftver, nagyon könnyű, bárki meg tudja tanulni, adja magát szinte a feliratok alapján, kb. Ennyi az egész, amennyi itt látszik, tehát nem egy ördöngösség, hát nyilván az a lényeg, hogy egy gyorsan létrehozható videót kapjunk. A Movie Makerről azt kell tudni, hogy külön kellett, ingyenes, de külön kellett tölteni, tehát hogyha telepítettük a Windows-t, akkor utána, és az Office-t, akkor utána még külön ezt hozzá kell tölteni, ez nincs alapból a gépen. Na most, mire jó? Arra jó, hogy akár azt is meg lehet vele tenni, hogy beolvassuk a képeket, van a bal oldalon fönt ez a videók és fényképek hozzáadása. Ha nincs videónk, de van 50 képünk, akkor azt mind be lehet olvasni, és összefűzi egy videóvá, egy ilyen fotosztorivá, és tehetünk alá zenét, ott van a zene hozzáadása, vigyázzunk, jobb tiszta képeket, jobb tiszta videókat, és jobb tiszta zenét is használjunk, mert az is fontos. Ugye a jobb tiszta zenének van egy nagy hátránya, az az, hogy azt nem fogják ismerni az emberek. Tehát ilyen világslágerek, ezek nagyon jók, nagyon klassz dolog, de az valószínűleg nem fog működni egy ilyen Movie Maker-ös esetben, illetve működik, csak nem jogszerű. A YouTube-nál alá lehet esetleg tenni, de ott mondtam más hátrányát. Tehát, hogyha zenei aláfestésben gondolkodunk, akkor a zenére is gondoljuk, és annak jogtisztaságára is. Lehet képaláírásokat, feliratokat tenni, hangokat hozzáadni, és természetesen, ha videóról van szó, akkor nagyon pontosan meg lehet vágni, ki lehet vágni bizonyos részeket belőle, áttűnéseket lehet alkalmazni. Nagyon könnyű és gyors eredmény, és ez az eredmény aztán feltölthető publikus helyekre, vagy használható offline, egy jó kis eszköz a Movie Maker, érdemes a gyerekeknek megtanítani, akár kicsi gyerekek is ügyesen dolgoznak vele, nem kell félteni őket. Az előbb esett szó arról, hogy
hogy hát szükség van arra, hogy a zenei aláfestések esetén jogtiszta, ingyenes hanghoz jussunk. Ez talán a legnehezebb, tehát ingyenes fotó sokkal több van, mint amennyi ingyenes hanganyag van. A YouTube-ot, mint lehetőséget már említettem, és ezért van itt a képernyőn a YouTube-nak a logója, de egyébként vannak még más lehetőségek is. Sajnos mostanában már nem működik olyan módon az egyik legismertebb ihyen oldal, a Jamendo. A jamendo.com az korábban nagyon sok Creative Commons licencelésű zenét tartalmazott, most azonban már elmentek olyan irányba, ami a fizetőképes keresletre épít, és a legtöbb esetben pénzért lehet hozzájutni ezekhez a... vagy nem hozzájutni, bárhogy le lehet tölteni, de a felhasználás nem ingyenes. Vannak más lehetőségek, és ebből hoztam hármat. Az egyik ez a Freesound, freesound.org. Ezen az oldalon, mint látszik, különböző ilyen hangdarabok, hangminták, vagy zenék érhetők el. Ugye, hát az ingyenesség oltárán ugye a híresség az ugye áldozatul esik, tehát ne számítsunk arra, hogy a nagyon híres énekesnek a nagyon híres dalai itt lesznek, és ez milyen jól fog passzolni a mi videó felvételünkhöz, vagy képeinkhez. Itt ismeretlen szerző művei, felhasználók művei lesznek elérhetők, de aláfestésnek alkalmas. Hasonló a helyzet a Bandsound nevű oldallal. Itt nem írtam fel a linket, mert csak ezt kell beírni, Bandsound, és akkor meg lehet találni. Itt van fizetős és van ingyenes változatú zene is, de van elég sok, nem számoltam, hogy mennyi, de van elég sok ingyenes aláfestő zene is, úgyhogy ezt is lehet használni. Valamint itt van a SoundCloud. A SoundCloud az egy, mondjuk a hangok YouTube-ja, tehát egy olyan oldal, ahol rengeteg hang anyag van megosztva, nem csak ingyenesek, hanem főleg nem azok, viszont innen lehet hallgatni a zenét, nagyon sokan használják a zenehallgatáshoz ezt a területet. Itt ez két szempontból érdekes a projekt számára. Egyrészt ide tudjuk közzétenni, hogyha vannak hangfelvételeink, másrészt innen tudunk keresni. Ha beírjuk a keresőjébe, hogy Creative Commons, van egy külön csoport, egy Creative Commons csoport, ahol ilyen zenéket lehet találni, és akkor ezeknek a felhasználása a Creative Commons szabályai szerint történik. Mindig meg kell nézni az adott oldalon, hogy milyen feltételekkel lehet ezeket használni. Következő témakör egy nagyon hasznos dolog lehet, az pedig a sajátos videókészítés, ez pedig a képernyő videók készítése. Ugye a képernyő videók esete az azért érdekes, mert ezt mondjuk tanárok sokszor használják akkor, hogyha szeretnének valamit elmagyarázni a diákoknak, előzetesen vagy utólagosan, és szeretnék a képernyőn levő történéseket rögzíteni, akár úgy is, hogy az egérnek a kurzora, az egér mozgása az jól követhető és látható legyen. Több ilyen ingyenes
képernyő videó készítő van, és hát nyilván van sok fizetős is, ezeknek a világában mi nem mennénk most bele. Itt van, aki erre esküszik, van, aki arra. Én azt tanácsolnám, hogy próbáljunk ki többet, és utána meglátjuk, hogy melyik az, ami nekünk a legszimpatikusabb. Van, aki az egyszerűséget szereti, van, aki ennek más szempontjai is vannak, éppen ezért itt többet is felsoroltam. A legegyszerűbbek közé tartozik a Community Clips, ez a ilyen tűvel jelölt kis alkalmazás. Ez a Microsoftnak a kis alkalmazása, ha telepítjük, akkor beépül ide a Windows alkalmazások közé, és egy mozdulattal lehet indítani a felvételt, és nagyon egyszerűen gomnyomásra, vagy billentyű parancsra le is lehet állítani. És az eredmény azonnal használható, ugye mi az eredmény? Az eredmény egy videó, ha azt a videót szeretnénk feliratozni, vagy vágni, akkor az bekerülhet egy Movie Makerbe, vagy felkerülhet a YouTube-ra, és ott tesszük meg ugyanezt, de mindenképpen ennyi a képernyő videó készítése. Egy dologra érdemes odafigyelni, hogyha képernyő videót készítünk, ott a legnagyobb probléma abban áll, hogy nyugodt helyszínen, nyugodt körülmények között kerüljön sor a felvételre, mert az ugye elég zavaró, hogyha ott nem tudom, bejön a kutya és el kell zavarni, vagy nem tudom, a gyerek kérdez valamit, tehát erre figyeljünk oda. Hogy fut-e már Windows 10 alatt, azt nem tudom. Én korábban használtam, de én szerintem Windows 10 alatt is használtam, de erre most nem tudok pontos választ adni, de hát majd mindjárt a webinárium után gyorsan telepítem, és akkor megnézzük, hogy fut-e. Fel is írom ezt a kérdést. Windows 10 alatt. A másik, egy korábban is ismert, szintén korábban is ismert megoldás, ez a Jing. Az pedig szintén egy ilyen beépülő kis eszköztárra rendelkezik, és a maga módján kijelöljük az adott képernyőrészt, amit szeretnénk fölvenni, és 5 perces képernyő videók felvételére alkalmas. Ennek az az oka, hogy ennek a TechSmith nevű cégnek vannak fizetős képernyő videó készítő eszközei is, de hát valamit valamiért, és ezeknek a jó embereknek van egy screencast.com nevű oldaluk, ahol ezeket a videókat közé is lehet tenni. Tehát rögtön oda föl lehet tölteni, és onnan megosztani, és akkor az így lehet jól használható. Másik két eszköz, ami itt szerepel, van egy nyílt forráskódú, a CamStudio, ami már egy régi motoros a szakmában, régóta ismert eszköz, szintén érdemes kipróbálni, ha valaki ebben utazik, és van ez a Screencast-O-Matic nevű megoldás, érdemes mindegyiket kipróbálni, és kinek mi a megfelelő. Én a legtöbbet a Jinget és a Community Clips-et használtam eddig. Itt a chatben jön egy link, hogy van hasonló Mac-re is, tehát aki Mac-et használ, bár gondolom az iskolai
szertárban kevés megvan, de ha már valaki Mac-et használ, akkor otthoni környezetben arra is van hasonló eszköz. Tehát én azt gondolom, hogy a tanári eszköztárban a képernyő videó készítés az jó, ha szerepel. Egyébként arra is jó, nem csak arra, hogy megmutassuk, hogy egy szoftver hogy működik, hanem egy tanári magyarázatra is jó. Például egy weboldalt bemutatunk, vagy egy weboldalon belül egy animáció működését elmagyarázzuk a gyerekeknek. Úgyhogy ez nem egy tutoriál jellegű, nem egy ilyen videós felhasználói kézikönyv csupán. Arra is jó, hogy megmutassuk, hogy így ide kattints, meg oda kattints, meg oda kattints, hanem arra is alkalmas, hogy valamiről részletesebben beszéljünk, és hát igen. Na most van egy speciális eszköz is, amit nagyon kedvelek, és hasonló funkciókkal bír, és azzal is lehet képernyő videót készíteni. Ezt pedig úgy hívják, hogy Office Mix. Az Office Mix szintén a Microsoftnak a terméke, és szintén egy olyan szoftver, amit külön kell telepíteni. A nevében látszik, hogy az Office programcsomagnak a barátja, vagy hogy mondjam, beilleszkedő modulja, de tulajdonképpen egy nagyon hasznos kiegészítő. Mit tud? Azt tudja, hogyha van mikrofonunk, akár még webkameránk is, akkor az elkészült alapból PowerPoint előadásunkat ki lehet egészíteni élő hanggal és élő képpel, és ez az úgy néz ki, hogy nagyjából az a látvány, amit most ti láttok, tehát, hogy a tanár bemutatja a PowerPoint prezentációt, szépen lapoz, és ha bekapcsolva tartjuk a kamerát, akkor a jobb sarokban megjelenik a tanárnak a feje, ugye? És akkor ő szépen elmagyarázza, hogy mit látunk az egyes diákon. Ugye hosszan lehetne sorolni, hogy ennek mi értelme van, de mondjuk, ha az az értelme van, hogy például a gyerek akkor is meg tudja nézni az órai anyagot, hogyha esetleg nem volt ott az órán, tehát ez arra is alkalmas, hogy órán fölvegyük, ahogyan órát tartottunk, és akkor későbbiek során a diákok visszanézhetik. Szerintem ez egy szuper dolog lehet. Legalábbis nekem mindig az volt a gondom, hogy is fogalmazott a tanár, mire is helyezte a hangsúlyt, mert a betűket leírtam, de hogy is mutatta ezt, hogy volt, hát szóval azért ez nem egy kis dolog lenne. De otthoni segédlet készítéshez is nagyon jó. Tehát mit kell csinálni? Ugyanaz a helyzet, hogyha otthon veszük föl, hogy csöndes környezet kell a felvételhez, és hogyha ez megvan, akkor szépen elmondjuk, akkor a program a hangot és vagy a képet is hozzácsatolja a diákhoz, és ebből tulajdonképpen egy speciális videót készít, és ezt hívja Mixnek, és ezt aztán föl lehet tölteni a mix.office.com-ra, onnan lehet letölteni egyébként magát az Office Mixet is, gyorsan települ, és itt lehet tárolni a saját mixeket is. Mi kell hozzá? Az kell hozzá, ami a jobb felső sarokban látszik, hogy azonosítsuk magunkat. Itt, mint látható, tulajdonképpen többféle ilyen azonosítóval is lehet használni, lehet sima Microsoft account-tal, lehet üzleti felhasználóként, szintén Microsoft és Facebook és Google is lehet. Azt gondolom, hogy
Microsoft azonosító az mindenképp kell, hogyha ugye Windows-t használunk, ugye azzal rögtön használhatjuk, és a kép alsó részén látszanak a My Mixes, és a digitális témahéthez készítettem egy ilyen tájékoztatót, amit lehet, hogy már hallottatok is, vagy láttatok is, 2 héttel ezelőtt, mint látszik, 21 perc 56 másodperc, 272-en megnézték, nem semmi, ezt nem is láttam eddig. Szóval itt látszik, hogy szépen föl lehet ezeket tölteni, a linket elküldjük a diákoknak, vagy a kollégáknak, vagy a partnereknek, és akkor ebből szuper dolgok lehetnek. Egyébként pedig, ha azt kérjük, hogy a gyerekek mondjuk készítsenek prezentációkat, de nem tudjuk ezeket mondjuk mind bemutatni, akkor csinálják meg a gyerekek a saját mixüket, és egymással meg lehet osztani, és akkor mindjárt egy nagyon érdekes történet. Közben nézem a kérdéseket. Itt általában felmerül az a kérdés, hogy milyen formátumokban érdemes dolgozni. Én azt gondolom, hogyha nem vagyunk nagyon, hogy mondjam, profik ebben a világban, akkor hagyatkozzunk arra, amit a programok felajánlanak, illetve a mobiltelefonok által kínált formátumok, illetve arra figyeljünk oda, hogy ha van rá lehetőség, akkor jó minőségű képek, jó minőségű videók készüljenek, de alapból a beállítások ezt szolgálják, tehát nem fogunk nagyon mellélőni, hogyha ezeket használjuk, vagy elfogadjuk, amiket a programok ajánlanak. Az Office Mix esetében még ezzel sem kell törődni, mert föltöltjük, és majd ő fogja ott lejátszani ezt a videót, ez a videó prezentációt. Ugye az, aki még nem próbálta az Office Mixet, azt mindenképpen ajánlom, de én kifejezetten ajánlom házi feladatnak is. Tehát azt mondjuk a gyerekeknek, készítsetek valamilyen prezentációt, és majd mondjátok is el, hogy mi van a prezentációban. Valaki írja, hogy nem sikerült olyan jól a hangfelvétel, mert utána kell nézni, hogy mi lehet az oka, lehet, hogy a mikrofon beállítás, vagy az érzékenység van, sok minden lehet emögött. Végül szintén egy ilyen nagy klasszikus, egy ingyenes, nyílt forráskódú hangszerkesztőről van szó, Audacity a neve. Ezt csak azoknak ajánlom, akik nagyon szívesen belemerülnek itt részletekbe. Alapvetően arra alkalmas mondjuk, hogy ha készítettünk egy interjút, akkor az elejét, a végét esetleg ki lehet vele vágni, azért, hogy csak a lényeg maradjon benne, vagy ha közben történt valami oda nem illő esemény, akkor azokat ki lehet vele vágni. Kijelölés, kivágás nem egy bonyolult, de ez sokkal többet tud ez a program annál, mint amire nekünk itt valójában szükségünk van. Fontos, hogy míg több más korábbi példában online megoldásokat javasoltam, ez letölthető program, telepíteni kell a számítógépre. Januárban jelent meg az új verziója, úgyhogy azt, hát ezt érdemes kipróbálni, ha valaki hangokkal. Itt több javaslat is van. Igen, ha valaki interaktív táblát használ, az interaktív táblák szoftverének is van, vagy többnek van olyan funkciója, amivel föl lehet venni az adott előadást, tehát olyasmi, mint az Office Mix, és akkor azt el lehet tárolni, és akkor azt szintén később lehet használni, meg azoknak a gyerekeknek, akik nem jöttek el az órára. Tehát ez egy valóban jó lehetőség, ha valaki interaktív tábla szoftvert használ.
A képszerkesztésnél már többen javasolták, hogy említsem meg a GIMP nevű szoftvert. Ez egy rendkívül nagy tudású, az Audacity-hez hasonlóan ingyenes, nagyon régi, jól ismert szoftver. Nagyon sok mindent lehet vele csinálni, úgyhogy aki ilyen magas szintű, komoly grafikákkal szeretne foglalkozni, az el fog jutni a GIMP-hez, de valószínűleg azt nem én indítom el itt most ezen a pillanaton. De a GIMP-et említsük meg, mint egy ingyenes programot, hogyha nagy tudású szoftverre van szükségünk. A webinárium vége felé tartunk, tehát szeretném jelezni, hogy jöhetnek még kérdések. Másrészt pedig szeretném elmondani, hogyha bárkinek kérdése van, nézzen körül a Digitális Témahét honlapján, illetve írhat a dth2016@ivs.hu címre, valamint a Facebookon a Digitális Témahét és a Digitális Témahét tanári fórum az, ami olyan felület, ahol várjuk mindenkinek a megjelenését, hozzászólását, javaslatait, kérdéseit. Én köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, és várom a további kérdéseket.